Ez most komoly. Szatmári Robert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió kafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Sziasztok, ez itt az Enyhe Katalzis, én Szatmai Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Spengler Katalin műgyűjtő, művészeti tanácsadó, a Párizsi Pompidou Művészeti Központ Akvizíciós Bizottságának a tagja, és ma egyébként a kérdésekkel sem fogok magamra maradni, hiszen itt van velem Lengyel András média szakember, akivel közösen bábáskodtunk a műsor születésénél, és aki nem mellesleg komoly rajongó és lelkes művészetpátoló. Az első kérdés az, hogy hogyan lehet definiálni a klasszikust a képzőművészetben? Klasszikusnak nevezzük azt, ami egyrészt, ami már elmúlt, ugye több-több dologgal jellemezhetjük ezt a, ezt, ezt a műfajt. Tehát valami nagyon értékálló dolog, valami nagyon időtálló dolog. Sokszor, sokszor olyan dolog, ami már, már nem elérhető, már elmúlt, és az idő is értéket adott neki. Tehát időben túlhaladtunk rajta. Egy nagyon érdekes dolog az, hogy a kortás képzőművészetben ugye ezzel szemben áll a kortás. Persze a klasszikus nagyon sokféleképpen értelmezhetjük, hiszen hogyha ha az időbeli kereteit próbáljuk megszabni, akkor, akkor egészen a már nem élő művészektől, éppen hogy már ma nem élő művészektől visszatérhetünk egész az antikvitás koráig, vagy akár a 19. századi, vagy a 20. század elejé művészetre is mondhatjuk azt, hogy klasszikus. A kortársra mindenképpen az, az a mindenképpen az jellemzi, hogy valami olyan, ami, ami, ami nagyon izgalmas, ami arról szól, amiben most a jelenben élünk. Nem feltétlenül igaz az, hogy minden élő művész, kortárs művész, ezt, ezt szeretném hangsúlyozni, és természetesen vannak úgynevezett élő klasszikusok is, akik, akik már életünkben olyan művészek, akikről már tudjuk, már életünkben valami olyan fantasztikus értéket hoztak létre, amiről biztosan állítjuk, hogy, hogy nem, már nem megy ki a divatból. Ami nagyon érdekes, az ennek a, ennek a vonzata, vonzatai például a műtártpiacon is. Mindenki azt gondolná, hogy, hogy az emberek, akik a műtártpiacon vásárolnak, szívesebben költenek pénzt arra, ami klasszikus, hiszen az már az, az, ott már megvolt az idő, próbája biztos befektetésnek tűnik, bár drágább, ugye nyilván ez hozzátartozik, de hogy, de hogy az már valószínűleg Tehát minden biztos. Nem befektetésnek számít? Nem feltétlenül, de a, a képzőművészeti piacon, vagy a műtárgy minden minden képvásárlás az végül befektetésé válik, akkor is, hogyha valaki nem befektetői szándékkal közeledik ehhez a témához. Van is egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen mondás, hogy a halott művész a jó művész, azért, mert hogy az ő munkája többet ér. Na, ez egy nagyon érdekes jelenséget figyelhetünk meg a 21. században, hogy ez egyre kevésbé igaz. Ez egyre kevésbé igaz, Körülbelül egy 10-15 évvel ezelőtt kezdődött el az a, az a folyamat a, a nemzetközi műtárgypiacon, hogy a kortás elkezdett érdekesebb, izgalmasabb és drágább lenni, mint az, ami antik és klasszikus. Egy nagyon érdekes tendencia az, hogy hogy, hogy, a kortárs művészek árai az elmúlt két évtizedben gyakorlatilag az egekbe szökkentek, vagyis ez már egészen a 90-es években elindult ez a folyamat, de, 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 egyre erősebb, és a klasszikus művek árai viszont nem feltétlenül követik ezt a, ezt a nem feltétlenül tudják követni ezt a folyamatot, nem feltétlenül tudják föntartani azoknak a azoknak a gyűjtőknek, azoknak a vásárlóknak az érdeklődését, akik a, a kortás képzőművészetben a, az izgalmat keresik, a, a jelen kihívásait, a, a jelen gondolkodásnak a, a, a lenyomatát. Azért, mert biztosra mennek, mint befektetés? Ö, nem. Éppen, hogy a kortás művészetben elég nehéz biztosra menni, hiszen, hiszen a, a, a mai művészekről nem, nem, biztos, nem tudhatjuk egész biztosan, hogy mi lesz velük, akár 5-10 év múlva sem. Tehát lehet, hogy még az is lehet, hogy abba hagyják a képzőművészetet, más pályára mennek, és megszakad az életművük, ugye ebben az esetben sokkal kevesebbet érnek a munkáik. Vagy, vagy sok minden más is ö, ö, történhet, ö, történhet velük, nem lehet nagyon nagy biztonsággal nem lehet megmondani, vagy százszázalékos biztonsággal soha nem lehet megmondani, hogy, ö, hogy ki az a művész, ö, aki, aki nagyon sokat fog érni. Hogy mi ennek az egész jelenségnek a magyarázata? Sok magyarázat van erre. A, a, a legpesszimistábbak szerint ez mindössze egy pénzügyi spekuláció. Nyilván a klasszikus művekből fogy, fogyó kínálat van, a, míg a, a kortás művekből egy növekvő kínálat van, a, hiszen kortás művek állandóan keletkeznek, akár most is, amíg így beszélgetünk. Lehet hogy, lehet, hogy ez is a magyarázatok közé tartozik. Lehet, hogy, lehet, hogy, hogy, tényleg pénzügyi spekulációról van szó, hiszen egy, egy kortás művész esetében egy vásárlónak úgymond van lehetősége arra, hogy spekuláljon például egy aukción megfutasson művet, árakat csináljon, hogy mesterségesen korlátozza a kínálatot azzal, hogy ő megvesz egy csomó művet, stb. 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 Tehát, hogy ez is, ez is egy lehetőség. Én hozzám leginkább az a, az a magyarázatá közel, hogy, hogy azok, akik, a, akik ma élnek, a mában akarnak élni. Egy, egy óriási lépés történt a digitális technológiának köszönhetően az emberiség életében, ami nagyon elválaszt generációkat az előző generációktól, és teljesen, egy teljesen megváltozott világban élünk az elődeinkhez képest, és azt gondolom, hogy, hogy ezt kortes művészet tudja leginkább visszadni. De van például egy olyan magyarázat is, van olyan, aki azt mondja, hogy a klasszikushoz érteni kell, a kortáshoz nem kell annyira érteni, és ezért vásárolnak sokan kortársat. Két kérdés is felmerül bennem. Az egyik az, hogy ki dönti el, hogy mi válhat később klasszikussá. Vonatkozik ez nyilván a zenére, vonatkozik a képzőművészetre. Mennyire benfentes ez? Tudjuk, hogy nem a tömegízlés határozza meg azt, hogy később mi válik klasszikussá, vagy igen? Azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy minden művészeti ágban van egy úgynevezett művészeti szintér, és van egy szakma, vannak elméleti szakemberek, és vannak más művészek, vagy, vagy van sok művész természetesen, akik egymás teljesítményét is, egymás munkáját is közelről figyelik, és valahogy ebből a, Ebből a szakmai közvélekedésből, vagy ebből a, ebből a szakmai párbeszédből, ezekből a diskurzusokból alakul ki az, hogy, hogy, hogy mi, mi az, ami, ami klasszikussá válhat. Természetesen itt sohasem beszélhetünk tévedhetetlenségről. Tehát pontosan tudjuk azt, hogy a zenében is, a képzőművészetben is, a múltban milyen sok olyan nagy művész volt, aki itt, Életében nem ismertek el, és később klasszikussá vált. Milyen sok olyan művész volt, akit nagy aranyéremmel tüntettek ki a saját kortársai, és később nem, nem álltak ki az idő próbáját. Tehát tehát nyilván végül is az idő és a közvélemény dönt, de azért, de azért azt gondolom, hogy hogy azoknak, akik akár a zenében, akár a képzőművészetben, akár az irodalomban akarnak tájékozódni ezzel kapcsolatban, biztos, hogy nagyon fontos ezeket a, ezeket a szakmai szakmai vitákat, a teoretikusok, a kritikusok véleményét valamilyen módon figyelemmel kísérni. Jöjjünk majd vissza később a definícióra, de engem érdekelne nagyon az, hogy azt érteni véljük, hogyan válik valami, mondjuk a kánonban lévővé, vagy hogyan válik valami klasszikussá. Ennek a visszahatása, ha úgy tetszik, a helye abban, hogy, vagy hasson ránk, mondjuk naivakra, hozzá nem értőkre, vagy kevésbé hozzáértőkre. Ezt hol látod? Akár példákkal? Ö, nagyon nagy szerepe lehet azoknak az intézményeknek, amelyek a, amelyek a művészetet közvetítik a számunkra. Mondok például egy, egy képzőműszeti példát. Nagyon érdekes konferencián vettem részt a múlt héten, amit a Szentendrei Múzeumi Centrum szervezett, és a múzeumok jövőbeli szerepéről és helyéről szólt. Ez egy nagyon forró téma ma a világban. Hogyan, alakulnak a, hogyan alakul a múzeumok helyzete a, a, a jövőben? Értem ez alatt, hogy mi lesz a feladatuk például a jövőben, illetve hogyan épülnek a gyűjtemények. És ott azt a példát hoztam föl, hogy amikor 2000-ben a Tét Modern létrejött Londonban, akkor egy nagyon kicsi gyűjteménnyel, egy nagyon kicsi kortás gyűjteménnyel kezdte a, a múzeuma a saját önálló életét és ugye egy óriási ipari épületbe költözött be, amit ma már mindenki jól ismer, de akkor ez az épület nagyon megosztotta a, a londoni közvéleményt, illetve a világ közvéleményét is. Elég sokáig nem szerették az emberek, tehát több művésznek kellett szuper kiállításokkal megszerettetni a közönséggel ezt az épületet, például Olafur Eliassonnak ebben nagyon nagy, nagy szerepe volt. A tétnek valamilyen módon, a tétmodernek valamilyen módon hogy el kellett érnie azt, hogy, 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 a gyűjtem, hogy, hogy egy fontos európai intézményé váljon. Ugye ezzel a kis gyűjteménnyel. Mit tettek ők, egy olyan koncepciót terjesztettek elő, amiben a globalizált világ kihívásaira figyelve megváltoztatták a gyűjtési politikájukat, és és úgy döntöttek, hogy, hogy, nem, hogy a hogy a továbbiakban kiterjesztik a gyűjteménynek, ugye az egyik legfontosabb európai intézmény Gyűjteményének a hatókörét azokra, azokon a földrajzi határokon túlra, ahol korábban, ahonnan korábban a múzeumok gyűjtöttek. Honnan gyűjtöttek a múzeumok egészen 2000-ig? Nyilvánvalóan Európából és Észak-Amerikából, főleg fehér férfiak munkáit, fehér heteroszexuális férfiak munkáit. Tehát amikor a, amikor a TÉT úgy döntött, hogy, hogy egy globális gyűjteményt hoz létre, akkor elkezdte beemelni a képzőművészet, a kortás képzőművészet érdeklődési körébe, vagy a nemzetközi művészeti kánon érdeklődési körébe a latinamerikai művészetet, az ázsiai művészetet. Az afrikai művészetet, a közel-keleti művészetet és a kelet-európai művészetet, ami szintén ugye egészen a 90-es évek politikai változásaiig nem igazán volt látható és elérhető. És több női művészt is? Több női művészt. Nagyon sokkal több női művészt. Igen, igen. És ezzel egy új kánont hoztak létre. És új közönséget is. És új közönséget is. Ö, ö, Nyilvánvalóan, hiszen tehát ennek a stratégiának nyilván több előnye is volt. Egy felől a meglévő közönségnek, tehát azoknak, akik amúgy is jártak a múzeumba, Uh, nyilván uh, egy, 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 abszolút új világot tudtak bemutatni, egy, egy, vagy tudnak bemutatni mára. Egy globális kontextusba helyezték a gyűjteményüket, uh, és, uh, és, és, megpróbálnak egy olyan integrált gyűjteményt építeni, ami az egész világ képzőművészetének a történetét mondja el. Mennyiben termel ki új közönséget ez a fajta új megközelítés? Erről tudunk beszélni, hogy ez kézzel tapintható? Én azt gondolom, hogy igen, mert már sajnos nem ismerem a legfrissebb adatokat a COVID miatt, ez egy kicsit nehezebb, de már 2016 körül, a COVID előtti időszakban a, a Tét weboldalának a látogatói közül, közül 40 volt a külföldi, a külföldi rákattintó, és hogyha hozzátesszük a, a közösségi média felületeket, akkor ez a szám egészen 70 százalékra nőtt. Szóval nyilván a, a naponta jegyetváltók között kevésbé lehet tudni azt, hogy ki milyen nemzetiségű. Ráadásul ugye számolni kell azzal, hogy, hogy Nagy-Britanniában rengeteg Első második generációs bevándorló is van, akik közül nyilván sokkal többen járnak el ezekre a kiállításokra, ahol a, az ő anyagor, anyaországuknak a legfontosabb művészei állítanak ki adott esetben. Szerintetek hasonló közönség áll klasszikus zenei koncertekre, operára vagy kiállításokra? Szerintem van átfedés. Szerintem is nagy átfedés van. Igen, én ugyanakkor azt gondolom, hogy sokkal több fiatal értelmiség látogat el mondjuk a Szép Művészeti Múzeumban vagy a Magyar Nemzeti Galériában, és csak második választás az, hogy elmegyek egy koncertre. Puzsér Robert mondta itt egy pár hete, hogy a hangversenyteremben a zene az atmoszférában szól. Na most a kiállított érnek van egy ilyen speciális jelentősége, ami megkülönbözteti attól, hogy ma, ma fogyasztjuk a, 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 a kultúrát? Azt gondolom, hogy hogy manapság mindenkinek az idő a legdrágább dolog az életében talán, és valószínűleg az, hogy a, hogy a koncertek helyhez és időhöz kötöttek, és, és egyszer vagy jó esetben kétszer hangzanak el, nagyon kevésszer. Az, az valószínűleg egy picit jobban behatárolja azt, hogy hogy, hogy, hogy mennyien, mennyien tudnak részt venni rajta. A kiállításokkal az, az a szerencsés dolog van, hogy általában azok több hétig nyitva vannak, és egy, egy bizonyos idő időintervallumban bármikor bármikor föl, föl lehet keresni őket. Szabadon látogathatóak, és nem kell ott ülni három órát, vagy két órát, hogy megnézzük a teljes koncertet, vagy az egész, nem kell végig mind a három órás operát hanem eltöltünk egy kép előtt 5 percet, 20 percet, vagy másfél percet, aztán megyünk tovább, ha nem teszik, akkor kimegyünk. Ö, igen, bár, bár, a szenvedés szó nekem a fizikai fájdalmat jelent, mert a szerintem az, az opera az, opera, az fantasztikus. Én, én, nagyon élvezem az operákat, nagyon én nagy opera egyébként. rajongó vagyok. Itt úgy, szerintem hogy... mindenki az, nem? Ebben a kis térben. Remélem, hogy, remélem, hogy, hogy, hogy nem, 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 nem szenvednek az emberek. Számtalan szor hallom azt kiállító térben vásárokon, hogy hát ilyet én is főrítjentek. Itt neked mi ugrik be először is? Tehát mit érzel, amikor mondjuk ilyet hallasz? Egy. Aztán pedig hogyan próbálod meg mondjuk ezt helyre rakni, hogy hé, hé, -hé vigyázz, mert ez, 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 nem pont az, amit te látsz, hogy ezt a leszóltad. Én azt gondolom, hogy ha valaki eljön egy egy kiállításra, vagy megnézi jobban egy képet, az már egy jó dolog. Innen, innen már jól el lehet indulni, és, és, és lehet beszélgetni, lehet beszélgetni a képekről, lehet kérdéseket feltenni. Nem biztos, hogy mindenki el fog jutni a megértésig, és azt gondolom, hogy hogy az absztrakt művek esetében nagyon sokszor nem is az a, nem is az a feltétlenül a, a, a jó út, hogyha ha valaki megpróbálja megérteni és elmondani, hogy, hogy mit, mit közvetít a kép, mert az absztrakt művek nagyon sokszor az érzelmekre hatnak, és azok valahogy így a fejünkben állnak össze. Ö, ö, valamilyen hatással, amit szeretünk, vagy nem szeretünk, ami, ami jó nekünk, vagy amik zavaróak, és ez egy kicsit talán ezt a zenéhez tudnám ezt a hatást különben ö, ö, hasonlítani. Itt a művészetről van szó, talán ilyen szempontból? Ugye? Igen, igen. Kül különösen, hogyha. Na, még egyszer hangsúlyozom különösen, hogyha az abstrakt művészetről beszélünk, ahol ugye nem persze vannak előttünk színek, formák, képtextúrák mindenképpen, de de, de, de itt nem, nem az a, nem az a Általában a művésznek nem az az intenciója, hogy, hogy valamilyen, valamilyen konkrét gondolatot közvetítsen, hanem, hanem, hanem sokkal inkább valamilyen érzéseket. Most pont az jutott eszembe, meg gondolkoztam a, a műsor előtt, ti generáltátok bennem ezeket a gondolatokat, vagy a műsor, hogy, hogy kik azok a, a képzőművészek, akiknek fontos a zene, és két nagyon, nagyon jó, szerintem nagyon jó példa jutott eszembe, az egyik Nádler István, aki a, a mostani idős generációnak az egyik legnagyobb mestere, és a műtárgypiacon is az egyik, pillanatilag az egyik legsikeresebb, a hazai műtárgypiacon is az egyik legsikeresebb művész, és az ő számára például nagyon fontos a zene, ugye ő is, ő is absztrakt képeket fest, és nagyon, nagyon jó kapcsolatban is volt Kurták Györgyel, de más, más zeneszerzőkkel is. Tehát az ő esetében konkrétan vannak is olyan képei, amikről amikről lehet tudni, hogy, 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 valamilyen zenei inspirációra születtek, vagy ugyanebből a generációból Keserű Ilona, akinek a férje zeneszerző, és szintén nagyon nagy hatással van, van, rá a zene. Nemrég volt egy kiállítása egy galériában Budapesten, ahol, ahol zenei hangokat jelenített meg képeken, de hozzáteltem azt is, hogy egy kicsit ne csak az ennyire klasszikus dolgok felől közeledjünk, hogy nemrég zajlott le a jövő évi velencei képzőművészeti biennáléra jelentkezőknek a pályázata, és ezt a pályázatot Nemes Márton nyerte el Kopecky Róna kurátorral, és Nemes Márton absztrakt festészetére is nagyon nagy hatással van a zene, és alapvetően ő maga is gyakran beszél erről, hogy, hogy, hogy milyen, milyen, fontos, milyen fontos ez a zene a számára, különben mindig zenét is, vagy nagyon gyakran zenét is hallgat, amikor, amikor ezeket, a, ezeket a képeket készíti. Igen, itt mondjuk nem a 3-4 perces lágerekre kell gondolni, hanem a hosszú 8-10 perces, kvázi progresszívebb hatásmechanizmusátok komoly zenéhez hasonlító zeneművekre kell gondolni. Katart is, ugye? Enyhe az is így van, így van, így van. Amikor nézel egy festményt, vagy ránézel egy képre, akkor hallasz hangokat, illetve fordítva is érvényes a kérdés, amikor nézel egy operát, vagy elmész egy szimfonikus zenekari hangversenyre, akkor eszedbe jutnak képek, vagy színek, vagy bármilyen más ábrázolások? Hadd tegyek be ide egy sztorit, amikor ha jól tudom, Bruno Walter ment meglátogatni mellett, aki beteg volt éppen a hegyek közt, és Bruno Walter elkezdett áldozni a hegyekről, hogy milyen szépek a hegyek és a fák, mondta, ne nézze, hallgassa a szimfóniáimat. Az én esetemben nem, nem, tudok erről beszámolni, hogy, hogy, hogy megjelennének előttem képek, vagy, 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 vagy fordítva de nagyon könnyen el képzelni, hogy igen, hogy a zene fölidéz képeket. Nagyon könnyen el képzelni, különben nagyon érdekes, hogy milyen, milyen meghatározóak lehetnek különben, például pont az opera esetében egy olyan színpadi képek, amiket látott az ember valaha, nekem nagyon, tehát gyerekkoromban én még a szocializmusban nőttem föl, és abban az időben a, az opera az nem egy kiváltságos elitnek a, a, a privilégiuma volt, hanem, hanem bárki járhatott, és nagyon a olcsó a volt. A a, az, a, az opera, a igen, bérletek, és ugye nekem is volt sok éven keresztül opera bérletem, és például ma is néha kötődik egy-egy olyan kép, amikor operát hallgatok, amit még gyerekkoromban láttam, egy-egy olyan színpadi kép, inkább, inkább, ilyesmiről, inkább ilyesmiről van szó. Gyakran hallgatsz klasszikus zenét, és ha igen, akkor kik a kedvenc szerzőid, vagy mik a kedvenc műveid? Nagyon gyakran hallgatok klasszikus zenét. Uh, igazából a, a kocsim van például folyamatosan, uh, csak az. De nem rádión hanem saját playlisted van, nem? Uh, mind a kettő van, uh -huh. mind a kettő előfordul, mind a kettő előfordul igazából nekem a, a, a zene az nem kötődik a, nem kötődik a, technikához. Tudom, hogy ez esetleg elborzasz sokakat, de nem csak akkor szeretek zenét hallgatni, amikor kifogástalan technikai minőségben tudom hallgatni. Nem hanem vagy audiófilm. Mindig... Nem vagy audiofil. Nem, nem. Hanem mindig szeretek, és ö, ö, akár a telefonomról, akár a rádióból is, ö, akár a kocsimban lévő CD-lejátszóról mindig is, és ö, hát ez nálunk egy ilyen családi... Ö, ö, Történet, hogy, hogy amikor a, a, a lányaim megszülettek, akkor ö, már egészen a születésüktől kezdve mindig, amikor velem utaztak, akkor a kocsiban mindig klasszikus zenét hallgattunk. Ezért aztán nagyon sok operátők már ö, ö, tudtak tudatos nagyon volt, jól. Vagy... Komoly zenét hallgattok? Nem annyira volt tudatos, hát én magam komoly zenét hallgattam, és igazából nem annyira gondolkoztam. Nem Volt hogy a számára, hogy mi fog Igen. szólni. <laughs> Enyhe erőszak. Szerintem a legjobb nevelési módszer a személyes példamutatás, tehát igazából ebből is kiindulhatunk. És nagyon érdekes volt, hogy amikor egyszer már uh, nagyobbak voltak, és uh, um, a kocsim a, a ház előtt állt, és feltörték, és elloptak belőle dolgokat, akkor másnap az volt a, a, a legnagyobb kérdés, hogy vajon az opera CD-ket elvitték-e de szerencsére nem vitték el, úgyhogy, 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 azok megmaradtak. De valahogy mai napig is úgy van, hogy, hogyha együtt utazunk, és, és az autóban nem opera szólal meg, akkor van, néznek, hogy mi történt. De különben nem csak, nem csak, operákat hallgatok természetesen, bár most a Covid óta nincsen, nincsen Zenei bérletünk sajnos, és ö, ö, egy kicsit ö, el vagyok maradva a hangversenyre járással, de éppen a héten lesz egy, egy fantasztikus ö, élményem. a Verssályi Kastély ö, királyi, palo, ö, királyi kápolnájában ö, megyek ö, szombaton este egy, egy hangversenyre, és Szöreliot Gardiner fog vezényelni. Ucsak és, és, és csak egy. Ugye? Cse Csekéséges szőr eljött Gardiner, igen. És igen. egy műfog. És egy ragyogó, bak ragyogó bak mű fog, fog felcsendülni, úgyhogy na, bakot is nagyon szeretem. Egyébként azt tudtátok, hogy a Gardinernek van biofarmi Angliában? Már az apjának is volt, aki Bocs, egy érdekes igen. történelmi személyiség volt, de most ne térjünk ki. És igen, Devonban. De Devon. így van. Amit kérdezni akartam az, hogy ugye klasszikus zene, akkor az emberek el tudják helyezni azt, hogy igen, én jobban szeretem a négy évszakot, mint hogyha mondjuk Ligeti Györgyöt kéne hallgatnom, mert, azt, mert az szép, ez meg nem. És mint hogyha ugyanezt látna az ember, és ez nem baj, csak kérdezem egy Van Rubens versus mondjuk, hogyha egy, egy, egy kortárs kiállításra mennek el, kell ezzel foglalkozni, később beleérnek, vagy, vagy egyszerűen csak lássák meg a szépet, és jó, hogyha ott vannak, hogy az előbb mondtad. Te ezt hogy látod, ezt a, ezt a, ezt a skálának a nagyon távoli végpontjait? Hát nekem az nagyon... Én arra szoktam mindig emlékeztetni azokat, akik esetleg kevésbé szeretik a, az operákat, hogy ugye az operaslágerek voltak Ö, ö, vagy az, az opera, ö, bizonyos operáriák voltak a hajdanán a könnyű zene. Ö, ugye, hogyha a suszterinasok is fütyülték, hogy nem tudom, az asszony ingatag, vagy, vagy ilyesmi. Szóval, hogy az, az, az volt akkoriban az, ami, ami, ma, ma a könnyű zene. Tehát nyilván, hogy ha ebből indulunk ki, akkor, akkor az, ami ma, ma kortás zene, majd, majd, később nyilván beérik mindenkinek a, a fejében, és jó, közelebb fog kerülni hozzá. De az tény, hogy, hogy akár, a, akár a zenéből, akár a képzőmészetből indulunk ki, az biztos, hogy, hogy mából visszatekintve nem minden ami klasszikus, az ne, nem minden lesz ö, olyan könnyű, könnyen érthető, tehát, hogy amikor, csak hogy megvilágítsam, hogy mire gondolok, hogy amikor, amikor ránézzünk egy egy klasszikus festményre, akkor azt hiszük, hogy értjük, hogy mi van, hogy miről szól. Hiszen ránézünk, és mondjuk látunk egy portré, egy embernek a portréját, vagy ránézzünk és látunk egy tájképet, vagy egy csendéletet, és akkor azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy értjük, hogy miről van szó. Közben milliónyi szimbólum van elrejtve, például. Igen, de a befogadásnak nagyon különböző szintjei vannak és nyilvánvalóan nem csak a, akik a témának a szakértői, vagy, vagy, vagy aki, aki, nagyon ezzel nőtt föl, különben Olaszországban ez egy csodálatos dolog, hogy, hogy, mivel a gyerekeket óvodáskoruk óta hordják ugye, múzeumokba, és folyamatosan látnak klasszikus művészetet, az nagyon közel kerül hozzájuk, és általában az olaszok többsége sokkal többet tud a klasszikus művészetről. Ez az pont az, mint hogy a lányaid veled a kocsiban, amit hallgattak. Nem? Tehát, lehet, hogy nem kell tudni értelmezni, hogy mi az, amit ott látok, de hogy, hogy nyitott legyek arra, hogy ez, ez nem rossz, az ott is lehet jó. Szerintem nagyjából itt a klisészerű megfejtés, nem? És hát, a, és hát a könnyedség, tehát könnyeden kell nevelni, tehát nem bele kell vonni ide az embereket, vagy a kisgyerekeket abba, hogy már pedig ezt kell csinálni, azt kell csinálni, hanem könnyedén el kell Meg ezen A neveléssel nekem igen, bajom van, ami a filmet rá akartam venni pár évvel ezelőtt, hogy mit tudom én, zsák, hogy on, nyomja a fekvőtám, azt nem csinálta. El kell kezdenem csinálni nekem is 50 évesen. A személyes és személyes példamutatás. A, bocs, hogy, tehát, hogy nem az, hogy én most mennyire nagyot tettem, vagy valami, csak hogy valahogy ez így működhet itt is, nem? nem tudom, nekem nincs gyerekem, ezt még nem tudom sajnos, de talán meg fogom tudni előbb-utóbb. Igen, tehát szerintem az nagyon fontos, hogy kedvet csináljunk az nem a, 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 legfiatalabbaknak, a gyerkőszöknek ahhoz, hogy aztán kedvet kapjanak ahhoz, hogy elmenjenek egy szinfonikus hangversenyre, ellátogassanak a Magyar Nemzeti Galériába, és a többi. És szerintem ez a kulcs, én azt gondolom. Igen, én, én azt gondolom, hogy, hogy amit látok bizonyos zenekaroknál, én közvetlenül, közvetlen közelről a fesztivál zenekarnál érzékeltem ezt, hogy gyerekeknek olyan koncerteket rendeznek, ahol vagy a zenészek, vagy a karmester, beavatja őket abba, hogy mit hallanak, mit látnak, ez biztos, hogy nagyon sokat jelent, és ugyanez a képzőmészetben a múzeumpedagógiai foglalkozások, hogyha a gyerek megszokja, hogy, hogy, hogy képeket lát, hogy képek vannak a közelébe, akkor, és, és, és kap ehhez segítséget, a befogadásnak bizonyos szintjeihez kap segítséget, akkor azt gondolom, hogy sokkal, sokkal nyitottabb lesz. De különben Magyarországon rendkívül sokszor halljuk ezt a, ezt a mondatot, hogy én nem tanultam a képzőszetet, hogy én nem értek hozzá, fogalmam sincs róla, Ugye, ugye. Nagyon sokan hangsúlyozzák azt, hogy ők nem szakértők. Elitizmus. Tehát, ő... Mert elitizmus van szerintem ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy nem csak Magyarországon, máshol is nem. Egy, és a hát a klasszín... Ez a kiválasztottság érzés. Ha én nem értek hozzá, akkor nekem nincs is jogom ahhoz, hogy ezt élvezzem. És nem is lehet beszélnem róla. És nem is, nem is szabad, hogy, 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 hogy marketinget tegyenek mögé elé, mert az megszentségteleníti mondjuk azont, Amivel én mondjuk nem értek egyet, de hát a te véleményed miért. Uh -huh. én, én azt tapasztalom, hogy egyszer egy, egy, egy gyűjtő barátom mesélt el, hogy hogyan, hogyan lett képzőművészet szerető ember, és azt gondolom, hogy ez nagyon, ez nagyon jellemző, ez a történet, valószínűleg mások is jártak így. A, neki az édesapja is gyűjtő, de valahogy nem hatott rá a gyerekkorában a, a képzőmészet, nem érezte igazán úgy a magáénak, hogy, hogy ő is gyűjteni kezdjen. És aztán azt mesélte nekem, hogy egyszer külföldön valami miatt bement egy, egy kiállításra, ami egy ilyen nem túl nagy térben volt. Bement, besétált a terem közepére, körülnézett, semmit nem értett abból, amit látott, és úgy gondolta, hogy oké, okay, akkor most el is megy, mert hogy ez nem, nem neki való ez a dolog. És amikor elindult visszafelé az ajtó felé, ott az ajtó mellett ki volt téve a falra egy fél oldalas szöveg, amit gondolta, hogy hát ha már idejött, csak három-négy percet töltött itt, vagy ötöt, akkor azt azért így elolvassa, hogy mégis mit látott. És elolvasta azt a szöveget, és azonnal megvilágosodott a számára, hogy miről szól ez a kiállítás. És azonnal megértette, hogy összeállt benne egy ilyen kép, hogy, hogy tulajdonképpen ő miért is, mit is lát. És, és attól kezdve, legalábbis ő így. Mesélte, attól kezdve elkezdte érteni a itt elkezdett kérdéseket föltenni, és megpróbálni megérteni, hogy mi mi miért van. És, és attól kezdve nagyon közel került, különben ma is neves gyűjtő az élet. Kati, amikor te művészeket behozol magadnak, akik mondjuk így véleményvezérek neked, akiket figyelsz, akik számít, hogy mit mondanak, bármilyen ágból. Kik azok? Magyar. Világból. Művészek. Azt gondolom, hogy mindenképpen azokra, azokra a művészekre kell leginkább odafigyelni, akiknek a művészetében érezhető ennek a kornak a lenyomata, amiben aktuálisan élünk. Tehát akik olyan, olyan problémákat fogalmaznak meg és olyan kérdéseket vetnek föl, amik a amik mindennapjainkkal kapcsolatosak, és azt leképezik. És azt kell mondjam, hogy ebben a történetben az Instagram például egy, egy nagyon nagy segítséget jelent nagyon sokak számára, hiszen a, a, a művészeti szintéren lévő hálózatokat rendkívül jól nyomon lehet követni. Nem tudom, hogy mindenki számára ismerte az, hogy, hogy az Instagram a képzőművészeknek egy, egy, egy rendkívül jó megmutatkozási lehetőség. A nagyon sokan közülük a weboldalt nem is használnak, hanem Én az is logikus hiszen a vizualitás dominál. Igen, igen. Hanem az Instagramon teszik közzé az új munkáikat, és. Hogyha valaki tájékozódni szeretne, akkor ha megnézi, hogy a neki tetsző művész az kiket követ, és kikkel áll kapcsolatban, akkor tulajdonképpen fel lehet göngyölíteni egy egész Álhozatot. történetet. Álhozat. Igen. Igen. Tehát én, én azt gondolom, én, én különben ezt javasolom is mindenkinek, aki, aki kérdezi tőlem, hogy, 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 hogyan kell gyűjteni, vagy, vagy hogyan kell, hogyan, kell, művészekhez közel kerülni. Ez egy nagyon jó dolog. Természetesen aztán, ha az ember már tudja, hogy mi tetszik neki, akkor mindenképpen érdemes Konkrétan fizikai valójában megnézni a műtárgyat, hiszen egy olyan kis reprodukció, amit ugye a telefon képernyőjén látunk, az, az természetesen nem ugyanaz, és az akár nagyon csalóka is lehet. Nagyon gyakran éri az embert ilyen meglepetés, hogy valamiről azt hiszi, hogy nagyon nagy, és kiderül, hogy nem, valójában nagyon kicsi, vagy stb. fordítva is előfordulhat. Nyilván, nyilván egy, egy reprodukción soha nem lehet a a, egy, egy képnek a textúráit, vagy egy szobornak a textúráit látni, a, a részletek sokszor elsikadhatnak. Szóval mindenképpen érdemes megnézni, de de ez nagyon fontos. Én mindenképpen olyan művészeket követek, kérdésedre ö, visszatérve, ö, akik megfelelnek ennek a, ö, ezeknek, a, ezeknek a kritériumoknak, tehát akik akiknek van igénye arra, hogy hozzászóljanak ahhoz a, ahhoz a diskurzushoz, ami ma azokhoz a diskurzusokhoz, amik ma a világban vannak. Értem ez alatt azt, hogy hogy mi az, ami meghatározza az életünket, tehát a, a, a klímaváltozás adott esetben, társadalmi, politikai kérdések. Háború háború, tehát nagyon sok, olyan, nagyon sok olyan, olyan dolog vesz körül minket, ami, 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 ami mindannyiunkat kell, hogy érdekeljen, és amivel kapcsolatban a művészek lehet, hogy olyan gondolatokat és nézőpontokat is felkínálhatnak nekünk, amikre magunktól nem gondoltunk különben. Neked vannak ilyen kedvenc témáid? amik igazából téged foglalkoztatnak, és szeret viszont látni a vásznon. Ö... A klíma az ilyen, azt tudom. Igen. És talán a szocializmus és a rendszerváltás időszaka is egy hasonló, Igen. hasonlóan fontos téma neked. Valóban, ugye a gyűjteményünk kezdete az ugye a rendszerváltás után, közvetlenül a rendszerváltás utáni időszakhoz kapcsolódik, és nyilván, nyilván a férjem a és Omlói mind mindketten, amikor gyűjteni kezdtünk, nagyon figyeltünk arra, hogy a művészek hogyan reagálnak a politikai változásokra, hogyan reagálnak arra, ami minket is nagyon foglalkoztatott, hogy, hogy végülis az, amiben születtünk, az 90-től gyakorlatilag úgy tűnt, hogy egyik napról a másikra megváltozik, és hogy, hogy, hogy ez tulajdonképpen hogyan zajlott le, vagy hogyan, hogyan ment, hogyan ment végbe, szerintem ez egy, ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés. De hogy visszatérjek a kérdésedre, mondok egy külföldi példát, Olafur Eliasson, aki valóban a klímaváltozással foglalkozik, nagyon sokszor nagyon érdekes munkái vannak. Például az egyik legismertebb akciója az az volt, amikor érzékelhetővé akarta tenni az átlagember számára, hogy, hogy, mit is jelent a jéghegyek olvadása, ugye, ami az egyik legnagyobb probléma ma, ma, a világban, mit is jelent a globális felmelegedés. És ezt úgy tette meg, hogy, hogy a stábjával elutazott az északi sarkra, és ott a jéghegyekről leváló hatalmas jégtömbök közül néhányat kihaláztak, és, és elhozták egy-egy nagyvárosba, tehát Londonba, vagy Párizsba, de más, más országokban is végrehajtotta ezt, a, ezt az akciót, és semmi más nem tett, csak a, a, köztéren, nagyon forgalmas helyen letették ezeket a jégtömböket. És, és az emberek odaléphettek, megfoghatták, konkrétan érzékelhették azt, hogy hogyan olvadnak a jéghegyek. Szóval, hogy a művészetnek az ő felfogásában ez a dolga, hogy hogy érzékelhetővé, érzékletessé kell tenni azt, ami történik a világban valamilyen eszközzel, valamilyen módon. És én ezt nagyon, én ezt nagyon, egy nagyon érdekes projektnek tartom, mint ahogy különben sok más munkáját is. Tehát számodra az, hogy valami ábrázol valamit, az azért önmagában vagy, vagy, vagy szép, de igazából nincsen egy olyan mondani mondanivalója, ami egy nagyobb témát lök meg, az mondjuk téged személy szerint kevésbé fog meg úgy általában. Így van. Nagyon gyakran az, ami, ami esztétikus, az, az egyszerűen csak bájos, vagy Wallpaper. kellemes, vagy, vagy, vagy ilyesmi szerintem manapság amikor a mesterséges intelligencia korában élünk és ugye minden nap hallunk arról valamit a, a sajtóból hogy, hogy hogy a mesterséges intelligenciával mi történik, hogy éppen milyen eredmények vannak. Ugye nyilván ezen belül egy nagy téma a képzőművészet és a mesterséges intelligencia. És nagyon megdöbbentő dolog ez, de de a képzőművészek már a 90-es évek óta használják a mesterséges intelligenciát a, 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 a munkásságukban, különböző képzőművészek, és most persze mára már egyre többen, de, de az általános vélekedés a szakmán belül is és a szakmán kívül is a mesterséges intelligenciával kapcsolatban az, hogy hogy igazából a rengeteg adatot betáplálunk ugye egy gépbe, amik mind már volt, tehát olyan dolgokkal kapcsolatban, amik már mind voltak és elmúltak, és a gép csak ebből tud létrehozni valamit. Új gondolatot ugye nem, nem tud a gép létrehozni, és ez az én olvasatomban nagyon szépen rávilágít arra, hogy amikor egy 11 éves gyerek, vagy egy csimpánz, vagy egy nem tudom, valami furcsa lény, mondjuk azt meg tud tenni, hogy szépen lerajzol valamit, az pusztán esztétikus, ez nem műalkotás. És nagyon érdekes az, hogy, hogy, hogy a Krisztisnél nem régen szerepelt egy, egy egy mű, amit a mesterséges intelligencia hozott létre, úgy, hogy betápláltak a gépbe, sok ezer, sok ezer képet, sok ezer portrét, és annak alapján létrejött létrehozott a, a gép egy egy portréfestményt ami kifejezetten csúnya volt. Tehát, hogy ha, ha az er persze nagyon, nagyon magasan a, a, a becsértéke fölött kelt el, és óriási sikert aratott a piacon, ahol mindig vannak spekulánsok, és mindig mindenki meg akarja előzni a, a nagy búmot, hogy elsőként vásároljon valami, valami szenzációs dolgot, aminek majd hirtelen megugrik az értéke a százszorossára mondjuk. Ezt, ezt értjük, de az, az a kép, ami, ami például ott létrejött, az, 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 az egy teljesen feledhető, hogy úgy mondjam, csúnya kép. Tehát semmiképpen, tehát ami esztétikus, az, az, az így önmagában nem feltétlenül művészet. Volt egy ranglista annak idején, a középkorban, újkorban, hogy a, a legmagasabb rendű festészet az volt, amikor embert történelmi vagy bibliai kontextusban. Aztán embert mondjuk van és a legvégén volt a tájkép meg a csendélet. Nem nagyon volt becsülete annak a, a, ennek a műfajnak annak idején. Egyébként amit kérdezni akartam az az, hogy hogy pusztán ábrázolni ezek szerint, akkor már nem lesz elég. Itt hangzott el ebben a műsorban az, hogy reklámgrafikusok, de akár orvosok kerülhetnek mondjuk olyan helyzetbe, hogy ha nem igazáljuk, akkor nem lesz, nem lesz. Kiszólásuk ebből a, ebből a tömegből nem lesznek igazán jók. Ezt te osztod? Mert hogy a nagy részüknek elveheti mondjuk ez a, a reprodukáló és nem létrehozó mesterséges intelligencia azt, ami van? Az hát én inkább úgy fogalmaznék, hogy, hogy sok feladatot átvehet a mesterséges intelligencia, és felszabad, felszabadíthat emberi kapacitásokat, amiket másra lehet fordítani. Én szkeptikus vagyok ezzel a kapcsolatban, mert ugye számos ilyen elmélet létezett korábban, hogy ha mit tudom én, a gépek átveszik a. A munkáink egy részét akkor felszabadulnak energiánk, és akkor minek jobban fog élni, kevesebben fog dolgozni, de valahogy mégsem. Igen, megtö ne ne nem, megtörtént, Ez termelékenységi paradoxonnak hívják, ha jól tudom. Tehát amikor a feldolgozóiparban nagyon sok embernek nem lett munkája, ő tehát a szolgáltatóiparban mondjuk rengeteg, nem tudom, fodrász, joga, oktató, tréner, és így tovább. Ez, ez történik hmm. részben. A kérdés, hogy most ebben a volumenben, ebben a nagyságrendben mi fog történni? Nem tudom. Azt gondolom, hogy erre nagyon nehéz válaszolni. Én valahogy úgy gondolom, hogy most az orvosok példájánál maradva, hogy vannak már robotok, amelyek tudnak operálni. Hát meg a diagnózis. Viszont orvos nincs elég. <laughs> nagyon sok ember vár nagyon sokféle műtétre, és nyilván, hogyha az orvosok mondjuk a, a, akár a komplikáltabb esetekkel foglalkozhatnának, amiket a robotok nem tudnak elvégezni, akkor az sokkal, sokkal hatékonyabb lenne, és sokkal több embert tudnának meggyógyítani. É. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy hogy valahogy a, a grafikusok munkáját is valószínűleg ö, ö, hasonlóan kell ö, ö, elképzelni. De hát természetes az, hogy minden új technológia, amikor megjelenik a világba, akkor, akkor, először, akkor először nagyon tragikus, Gondoljunk arra, hogy nem tudom, amikor én fiatal voltam, akkor például a nyomdász, vagy az írógép szerelő, az, vagy, a, vagy a gyors és gépíró, akkor azok nagyon-nagyon Vagy tisztelt... a bicycle repairman, ugye, ami a Monty Python híres van. Nem a szupermenek lesznek a hősök, hanem a bicycle repairmenek, a bicikli javítók. Igen, igen, de hogy akkor ezek a szakmák meg is szűntek, tehát akkoriban nagyon tisztelt, jól kereső foglalkozások voltak, és már a megszűntek, mert a technológia átalakult, de nem hinném, hogy ez ezzel lett a világ. Tehát, hogy nyilván, nyilván nehéz váltani, és lépést tartani a korral, de azt gondolom, hogy a művészek közül is például, majd, majd, azok lesznek a legjobbak nyilván, akik ezt, akik ezt meg tudják tenni. Különben visszautalva a klasszikus képzőművészetre, minden korszakban azok a, azok a képzőművészek váltak a leghíresebbé, később az utókorban, és a, és a legtiszteltebbeké, akik tudták használni az adott kornak a legmodernebb technológiai újításait, és az, az, ez nagyon fontos. Most arról beszélsz, nem akarom tudni, csak kérdezem, hogy kell egy mesterségbeli tudás, egy alap, amit, amit, amit elsajátít valahol? Az szerintem nincs. nem elég. Azt szerintem nem elég, lépést kell tartani a világgal, hiszen aki mondjuk... Ma akárcsak annyi éves, mint én, vagy nem tudom, bármikor a múltban kijött az egyetemről, és megszerzett egy diplomát, és megszerezte a mesterségbeli tudását az akkor még nem lehetett tisztában mindazzal, amit azóta felfedezett a technológia, meg a tudomány. Tehát, hogy itt igazából arról van szó, hogy, hogy lépést kell tartani a világgal, és oda kell figyelni arra, hogy mi történik, és ez egy képzőművésznek egy rendkívül fontos dolog. Már csak azért is, mert mert, 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 mert mondtad az előbb a kérdésedben, hogy, 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 hogy mit szeretek látni egy képen, de hogy a képzőművészetnek mára egy, csak egy bizonyos része tört, zaj, jön létre képekben, tehát hagyományos értelemben vett képekben, hiszen a, a, a 20. századi és a 21. századi technológia olyan szinten, meg a digitalizáció, meg, meg minden egyéb olyan szinten átalakította a, a képzőművészek lehetőségeit. Igen, én általában ugye a vizualizációra, mint komplex egészre gondoltam, tehát nem feltétlenül csak hagyományos képekre, hanem amit Igen. a szemeddel látsz, és a füled, amivel a hangokat hallod. Világos, csak azért is volt nagyon jó a kérdésed, szerintem, mert szerintem, mert mert nagyon sokan, akik nem állnak különösebben közel a képzőművészethez, még, nagyon, még mindig nagyon furcsán fogadják, holott már a múlt században is ez teljesen elfogadott volt, hogy rendkívül különböző médiumokat használhatnak a képzőművészek, amiben a, 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 fotótól, a filmtől kezdve a a hagyományosabb műfajokon keresztül a textilem, vagy, vagy, nem tudom, egyéb anyagokon át nagyon sok, minden, nagyon sok minden belefér, akár a mesterséges intelligencia is. Fordítsuk meg a mesterséges tudás e, sztorit, hogyha te tapasztaltál olyat, amit néha hallani, hogy ez a, ez a srác hogy ez az ember, ez a nem is tud rajzolni, az alapokat nem tudja, és mégis világsztár lett? Ez létezik? Van ilyen? Sőt, Hogy nem Igen. tud jól rajzolni, nem tud jól festeni, de mégis van benne valami átütő. Most a népszerűségre kérdeztél rá, vagy arra is, hogy jó egyúttal? És is, is? Ahogy említettem, a képzőművészet nem feltétlenül kötődik a rajzhoz már. Tehát a képzőszeti egyetemen, itt Budapesten is már a 90-es évek óta létezik az intermédia ami azt jelenti, hogy akik, akik, ott végeznek, azok nem rajzolni tanulnak. Természetesen nem árt, hogyha tudnak, de, de alapvetően nem, nem rajzolni tanulnak. Tehát azt gondolom, hogy, hogy igen, van, tehát, nem, nyilván senki nem árulja el később, ha nagy művészé válik, hogy ő tudott-e rajzolni, vagy, vagy nem tudott, de azért nagyon nagyon sok meglepetés érhet minket, például a, 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 a mai képzőművészeti világból. Hát hogyha kiemelném például Birkás Ákost, aki néhány évvel ezelőtt hunyt el, és a neo generációnak egy jelentős, nagyon jelentős képviselője volt, és a pályáját festményekkel kezdte, de aztán a 70-es években fotókat készített, és később elkezdett abstrakt képeket festeni, Ezeket oválisoknak vagy, vagy fejeknek nevezte ezeket a képeket, abszolút absztraktok voltak, és mindenkit azzal lepett meg 2000 után, hogy hirtelen visszatért a figurális festészethez amit senki nem vár tőle, hiszen nagyon sokan, akik az absztrakt képeit látták, azt gondolták, hogy nem is tud rajzolni. Tehát, hogy ilyen, szerintem ilyen meglepetések simán érhetik az embert. Én inkább olyat látok a mai képzőművészetben, és az nagyon érdekes, hogy a legsikeresebb művészek, nagyon különösen ez a nemzetközi világra igaz, Magyarországon még kevésbé, de lehet, hogy itt is e felé haladunk majd hogy nagyon gyakran nem saját kezülek hozzák létre a műveiket, tehát van egy, egy egész műhely mellettük mögöttük, akár, akár több tíz ember is, tehát mint a, akár... a filmszene szerzők esetében. Igen, igen. Vagy, vagy, mint a, vagy mint régen, ugye azt mondjuk, hogy Rembrandt és az ő iskolája, és amikor vagy, a, vagy az ő műhelye, és amikor ugye van egy, egy hatalmas kép, akkor előfordul, hogy nem minden részletet maga a mester festett, hanem a tanítványai bele belefestettek, vagy bizonyos részeket ők festettek. Egy kicsit ehhez hasonlóan... A rendező és menedzser. Igen, tehát igazából a kortás művészetben, a képzőművészetben annyira fontos maga a maga a gondolat, ha a zene nyelvén akarom mondani, akkor maga a kotta amit a zeneszerző megír, és aztán a zenekar szólaltatja meg, tehát a, az, hogy konkrétan te mit hallasz, és mi jut el hozzád, az, az, azt a zenekar hozza létre. Szóval körülbelül ilyesmit tudok, ilyen, így tudom megvilágítani azt, hogy, 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 mi történik egy, 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 egy kortárs művész esetében. Tehát például, hogyha visszatérek Olafur Eliasson példájára, akinek volt szerencsém a, a műtermében járni körülbelül egy hónappal ezelőtt, és uh, láttam azt az óriási apparátust, akikkel ő, akikkel ő együtt dolgozik, uh, akik megvalósítják az ő általa uh, uh, kitalált és uh, végiggondolt, uh, végiggondolt koncepciókat és gondolatokat, uh, és nagyon sokszor a, a konkrét műalkotás létrejöttében az ő keze, nem feltétlenül van benne. A fej van benne. ezért, ezért, ezért mondom a kottát. Utatunk már Puzsén Robert, aki az első adásunk vendége volt. Ő mondta azt, hogy ő korábban azt gondolta, hogy akik komoly zenét hallgatnak, vagy jazz sőt, free jazz hallgatnak, ők bizonyára nem halnak meg. Metafizikai falat vannak maguk köré, ami bizonyára arról szól, hogy őket megvédi valami a halától. Nálad ez egy metafizikai befektetés is? Valamelyest igen. Amivel körülveszed magad? Valamelyest igen, bár bár, 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 tisztában kell lenni azzal, hogy a gyűjtemények nem az örökké valóságnak szólnak azért sajnos, a már úgy értem a magángyűjtemények. Tehát ugye erre nagyon sok példát láttunk, hogy, hogy már a, a múlt század elejétől kezdve amikor egyre több múzeum jött létre, ugye vannak olyan, olyan magángyűjtők, akiknek olyan nagyságrendű a gyűjteményük, hogy, hogy sikeresen tudnak létrehozni egy magánmúzeumot, és az utókorra tudják hagyni a, a gyűjteményüket nagyjából úgy, ahogy ők azt megalkották mert hiszen egy, egy gyűjteménynek a létrehozása is egy bizonyos szempontból valamiféle alkotás, ebben, ebben nagyon, nagyon, nagyon sokan hisznek. Ez ma is működik, ma is működik. A világ különböző tájain nagyon sok magámúzom jön létre. Nálunk Magyarországon kevésbé jellemző ez a folyamat, bár itt is ugye láttuk, hogy, vagy, vagy, vagy volt erre már, már példa, az, az, az igazság, hogy személyesen én hozzám ez kevésbé elközel. Személyesen én hozzám ez kevésbé elközel, én, én nem szeretném ezt megtenni, de, de mégis szeretnék egy kicsit bekéreckedni a művészek halhatatlanságának a, kis szoknyája alá, vagy nem is tudom, hogy, hogy mondjam, azzal, hogy, hogy szeretném azt a közvetítő szerepet felvállalni, hogy, hogy, segítsek, a, segítsek bizonyos műtárgyakat olyan, mégiscsak az örökké valóságnak szóló nagy múzeumi gyűjteményekbe bejuttatni, amelyekben valószínűleg az, az tényleg, tényleg fennmarad és, és tényleg megmarad. Ugye nagyon sok magámúzzamot láttunk, és lá, láttunk múlt időben és látunk jelen időben tönkre menni, hiszen az egy, ahhoz egy óriási anyagi bázis kell, hogy a gyűjtő föntartson egy, egy ingatlant. ez Gyakorlatilag el is vezet a művészettől egy, egy, ilyen, egy ilyen vállalkozás nagyon sokszor. És ugye nagyon gyakran előfordul az, hogy, a, hogy a, a, a gyűjtő halála után ezek nem nem működnek tovább. Természetesen van néhány fantasztikus, szuper ellenpélda. Ugye a Getty Múzeum mindenképpen, de a személyes óriási kedvencem a Bejeler Múzeum Bázelben, Svájcban, vagy, vagy a Louisiana, Dániában, Kopenhága mellett. Szóval ezek, ezek remek példák arra, hogy, hogy, hogy a gyűjtő halála után is meg lehet teremteni azt a, azt a feltételrendszert, meg azokat a működési kereteket, hogy egy, hogy egy múzeum szupermódon működjön tovább. De mondjuk az én esetemben az is kérdés, hogy hogy, 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 mivel van inkább kedve az embernek foglalkozni, hogy inkább, inkább nagyon a művészet mellett van, vagy inkább sokat foglalkozik az ingatlan, egy ingatlan megszerzésének és működtetésének a kérdésével. És ugye az én, én esetemben ez teljesen egyértelmű, hogy, hogy, hogy én inkább a művészetre ö, szeretnék fókuszálni. De ilyen módon a gyűjtő igen ö, ö, teremthet magának halhatatlanságot. Két kérdés egyben. Aha. Gyűjtőközegről. Nagyon nehéz lesz ezt így megfogalmazni, nem muszáj beszélni róla, mert ugye az, hogy belülről hogy látják, látjátok, látjuk, az egy dolog, de hogy kívülről hogy? Ez milyen közeg? Sznob, nyitott, fennhéjázó, segítőkész, arrogáns, igényes. Milyen jelzőket hoznál, amit látsz? Én jó véleménnyel vagyok a gyűjtőkről, általában művészet szerető emberek, hogyha a magyar gyűjtőkről beszélünk, akkor, akkor ez hatványozottan igaz, a kortárs gyűjtőkről. Mekkora ez értem. a kör szám szerint, kb? Nem tudom megmondani szám szerint mekkora, több száz ember, sok száz mhm. ember már a, hála Istennek nagyon divatos lett a, a kortárs iránti iránti érdeklődés, és egyre több olyan, olyan ember van körülöttünk, ö, olyan érdeklődő van ö, itt a világban, meg a művészeti szintéren, aki szívesen ismerkedik művekkel, művészekkel, ö, ha nem is tud ö, nagy gyűjteményt létrehozni, de, de szívesen vásárol műveket. Nagyon a kortárs művészetnek az egyik nagy vonzereje az, hogy meg lehet ismerkedni a művészszel. Nagyon jó össze lehet barátkozni vele, nagyon jó beszélgetéseket lehet ö, folytatni, és a gyűjtők élnek ezzel, nagyon sok, ha csak tehetik, élnek és ezzel. És amit vásárolsz, az nem hamis. Ez igen, bizonyos. igen, ez is biztos, hiszen a, a klasszikus piacon időnként előfordulnak nem, nem valódi művek. A, a kortás piacon is, de ott mindig meg lehet kérdezni, ha valami gyanús, hogy, hogy a művészt magát, hogy ez a te munkád, vagy nem a te munkád. Kati dolgoz egy gyűjtőnek, hogy igenis kötelességszerűen tegyen bele pénzt abba, hogy művészek dolgozhassanak? Hát én azt gondolom, hogy a vásárlásaival már ö, megteremti ezt a, ezt a normális ö, folyamatot, de azért azzal szeretnék egy kicsit eldicsekedni, hogy, ö, hogy amikor, ö, amikor ö, körülbelül jó tíz évvel ezelőtt a Tét először ö, kaptunk felkerést arra, hogy csatlakozzunk ö, a, a Kelet-európai Akvizíciós Bizottsághoz ö, Zsoltal, akkor akkor rögtön több magyar gyűjtő is belépett ebbe a, ebbe a bizottságba és aztán ugye amikor Párizsban a a, a Pompidou központban hoztunk létre egy, egy hasonló bizottságot ott is más gyűjtők, de jó néhány gyűjtő támogatja azt, hogy, 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 ebbe a nagyon rangos, nagyon komoly gyűjteménnyel rendelkező intézménybe magyar művészek munkái bekerüljenek, ez különben ez egy teljesen önzetlen dolog. És, és nemrégiben, két évvel ezelőtt itt Budapesten is létrehoztunk egy, egy, egy ilyen, egy ilyen csoportot, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria kortás gyűjteményének a, a bővítése érdekében néhány gyűjtőtársunkkal szövetkeztünk, hogy úgy mondjam, és, és kialakítottunk egy olyan támogatói kört a, a, a múzeum mellett, aminek, aminek az a feladata, hogy, hogy a, a gyűjtők által összeadott pénzből, ami egy viszonylag magas összeget jelent évente, a múzeumnak vásároljunk és hát négy-öt magángyűjtemény tulajdonosaival indult ez a folyamat, most arra már 14-en vagyunk, és én, én, úgy érzem, hogy nagyon sok az érdeklődő, és hogy még, 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 nagyon sokan fognak belépni ebbe a körbe, és remélem, hogy, hogy ez a bővülés, ami két év alatt azért elég, elég jelentős, mert lényegében háromszorosára nőtt a csapatunk, az, az tovább is így folytatódik. Szóval Kérdésedre a válasz, hogy én úgy érzem, hogy a, hogy a magyar gyűjtők nagyon is szívükön viselik azt, hogy, 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 hogy a. Tulajdonképpen, hát, ha ilyen nagy szavakat is használhatok, hogy a nemzeti kultúrának ezek az értékei azok jó helyre kerüljenek, megőrződjenek, ne, ne, ne vesszenek el, ne sérüljenek. Mi az, amit a zene jobban csinál? mint a képzőművészet, vagy, a... vagy viszont hmm, Közönség... pontos kö... is közönséget megszólítom, megfogom szélesebb bázis. András, talán arra utal vissza, amit én is feszegettem korábban, hogy én úgy látom, hogy többen járnak a fiatal, fiatal értelmiségiek közül kiállításokra kiállított termekben, és valamiért kicsit megtartják a távolságot a klasszikus zenei hangversenyekkel, koncertekkel, operákkal kapcsolatban. Látványos a különbség, ha a generációkra szétbontjuk, Igen. mondjuk a fiatalok körében. Azt gondolom, hogy itt ebben egy nagyon nagy változás zajlott le, mert 30 éve, amikor gyűjteni kezdtünk, végig a 90-es években, meg az ezer fordulni is pont fordítva volt, hogy a zene volt mindenkinek sokkal fontosabb, a zene és az irodalom, és a képzőművészet nem volt igazán népszerű, nem volt igazán divatos. Hát nehéz erre a kérdésre válaszolni, azt gondolom, hogy sok összetevője lehet. Egyrészt azt hiszem, hogy van egy, egy világtendencia is, egy olyan, egy olyan nemzetközi folyamat, ami egyre jobban begyűrűzik Magyarországra. És amit nem is lehet feltartóztatni, hogy, hogy úgy mondjam. És itt nagyon fontos szerepet játszik sajnos nem csak maga a művészet, hanem azok a szenzációk, azok a műkereskedelmi, műterpiaci szenzációk, amik a művészethez kapcsolódnak. Illetve nagyon fontos szerepet játszanak azok a, szerintem azok a művészet közvetítő intézmények, amik, amik, az utóbbi időben egyre profibbak. Tehát értem ez alatt, hogy a nagy, a nagy múzeumok, tehát a, a, maguk fantasztikus épületeivel, amik tényleg így konkrétan a művészet templomai, hogy úgy mondjam, szóval már csak az épületért is nagyon sokan ugye elmennek egy, egy múzeumba adott esetben, hogyha az, hogyha az nagyon, nagyon érdekes. Ez a, Tét Modernre, a Pompidura és számos más múzeumra is igaz. És, és a, nagyon, nagyon, sokat fejlődött a, a, ezeknek az intézményeknek a marketingje, tehát a, a nem csak a múzeumpedagógia, hanem mindes, mindenféle olyan, olyan olyan programok, tárlatvezetések és egyéb dolgok, amikkel közelebb lehet kerülni a kortárs művészet megértéséhez. Óriási összegek mozognak a piacon, sok embert már pusztán ez maga vonz. Nem, ez itt a, a nem itt van az ebb sírhantja, hogy, a... hogy, bo hogy ezt meg lehet venni? Hogy tárgyasul a végén egy ilyen műalkotás? van a Szemben tartani. a zenével? Nincs ennek egy ilyen dimenziója is? Szerintem, néha elidegenítő szerintem van. is lehet, hogy nincs elég pénzem, hogy megvegyem. De Viszont a... egy régi bakelit lemez, amit szintén meg tudsz fogni, azok elképesztő áron mennek most. Igen. Szóval uh, szóval elidegenítő is hatá hatása is lehet adott esetben, hogy valami annyira drága, hogy soha nem lesz pénzem arra, hogy megvegyem. Az én számomra is néha ez elidegenítő, hogy tudom, hogy közelébe se kerülhetek De, Kati, de, de a lényeg, hogy megveheti bárki akárki megveheti, és ott van a kezében, hogy a falra, az, ennyi, az enyém. Birtokolhatom. A zenét nem birtokol. ránézek, és nem halok meg. Haza lehet, haza lehet vinni egy remek művet. Tehát a, 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 a saját otthonodban, a saját uh, mikrokörnyezetedben. És nincs, egy, nincs, másik. Uh, ki, ki, tehetsz? Ugye a Hanvas Bélának van egy, egy uh, bocsánat, Mára is Sándornak van, van egy, van, egy, egy, ilyen írás, ami, ami arról szól, hogy éj úgy, hogy minden nap találkozz egy remek művel, mert, mert akkor lesz jobb, jobb az életed, jobb minőségű az életed. Ugye, akinek gyűjteménye van, az, az, biztos, hogy, hogy ezt, ezt megteheti, de egy zeneművet is meg lehet otthon hallgatni. Igen, de az nem kizárólagos. Ez így van. Ez így van. András és Kati, köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velem. Mi köszönjük. Köszönjük szépen. Ez komoly volt. Szatmári Robert műsorát hallottátok. Enyhe Katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9 kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.